Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast új része. Én Láng Dávid vagyok, és Való Viktorral fogok beszélgetni, aki érden indul listavezető önkormányzati képviselőjelöltként a kutyapárt színeiben. Szia, Viktor! Szia, szervusztok! Üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket! Mutatkozz be, kérlek röviden a hallgatóknak, mit érdemes tudniuk rólad, hogyan indult a közéleti érdeklődésed. Rendben, köszönöm a kérdést. Hát ugye való Viktor vagyok, 47 éves. A közéleti érdeklődésem az, azt mondanám, hogy már általános iskolában megindult. Akkor a ért történelmében az első általános iskolai újságot sikerült megvalósítanunk. Ezt azt hiszem, hogy 6 hetedikes lehettem. Ez volt az első talán életemben, amilyen közösségi munka volt. Aztán később az egyetemen ez tovább folytatódott, ahol hallgatói önkormányzati tag voltam, voltam elnök is később, és aztán tulajdonképpen már az egyetemmel paralel indult el az önkormányzati karrierem is, ha ezt hívhatjuk annak, legalábbis a munkám feltétlenül. 98-ba indultam képviselői választáson, önkormányzati képviselői választáson érden, egyéni képviselőként, amit meg is nyertem, és utána négy évre rá újráztam, amit szintén sikerült megnyernem, úgyhogy 8 évig voltam önkormányzati képviselő, ez talán a 22 éves koromtól valahogy így tudnám belülni. Igen, ugye, hát ezt ne titkoljuk el, hogy az az MSP színeiben volt ez a két ciklus. Ezt meséld nekem, ami az MSP-ből a kutyapárba hogyan vezette az út? Rendben, eszemágámban sincs ezt eltitkolni, semmilyen ö, sötét, nem mint egy sötét folt tekintek erre a szakaszára az életemnek, hanem egy ugyanúgy tapasztalatra, mint ö, tulajdonképpen bármi másra. Ha jól emlékszem, a a konkrét politizálási kényszerem az abból indult ki, hogy a, az akkori 98-as választásokon, ha jól emlékszem, elég erős demokrácia deficittel kampányolt a, az MDF, ha jól emlékszem, és az igazságérzetemet olyan szinten babrálta a folyamatos választási csalásokkal, erőfölénnyel játszó MDF, hogy valahova be akartam lépni, ahol ez ellen fel tudok lépni. A családon belül édesapám révén voltak mszp és hagyományok, így hogy tulajdonképpen a politikai aktivitásomnak egy, egy nagyon nyilvánvaló helye volt az, hogy én a, a helyi mszp be becsengetek. Így kezdődött az egész, tehát nem konkrétan akkor egy párt iránti szimpátia miatt léptem be. Persze nem volt unszimpatikus maga az MSZP, hanem inkább valami ellen. Léptem be valahova. Ez ugye nyolc évig tartott. Én azt hiszem, hogy akkor ez egy jó csapat volt, és jól is működött a város, de sajnos ugye a, a magyar szocialista párt életében mindenki nagyon jól tudja, hogy vannak elég radikális mérföldkövek, ami, aminél az ember gyakran elgondolkozik, hogy folytassa ezt így tovább. Hát ilyen volt az MSZP életében is, amikor én tulajdonképpen, mint aktivista, kiszálltam a a pártból is egyre inkább eltávolodtam tőle. Ez mi volt konkrétan az összödi beszédre, gondolsz, vagy valami más? Tulajdonképpen az összödi beszéd az csak egy katalizátora volt, én azt hiszem, a, a bennem már akkor megfogalmazás irányába alakuló gondolatoknak, vagy megfogalmazódás irányába alakuló gondolatoknak. Az összödi beszéd nyilván a az aktivizmust azt eléggé megnehezítette, mert nagyon sok negatív reakcióval találkozott az ember, de az MSZP-n belüli talán úgy mondanám szatócs politika, azt hiszem, hogy ebben az időben már egyre erősebben kezdett érvényesülni. A szatócs politika ez alatt azt értem, hogy egyre inkább a profit talán szó szerint is kezdte érdekelni a, a, a pártot, és ebben a, ettől a pillanattól kezdve bár még ha ideológiailag is nagy vonalakban a legközelebb állt hozzám, a, hát a személyes tapasztalatok sajnos ezt, ezt erősen megkérdőjelezték, hogy az ideológia az valóban mennyire valít, ha, ha közben ilyen dolgok történnek. És hogyan emlékszel vissza erre a két önkormányzati ciklusra? Milyen eredményeket sikerült elérned akkor képviselőként? Köszönöm a kérdést. Alapvetően úgy érzem, hogy lehetett volna ennél sokkal termékenyebb, mint ami, ami, amit valójában sikerült véghez vinnem. tudom ezt annak, hogy nagyon fiatal voltam, 22 éves, de még ezen fiatalkor ellen és két azt mondanám, hogy emblematikus esemény fűződik a nevemhez. Az egyik az érligeti volt stradnak a felújítása egy, egy ligetes parkátóval a közepén, ami, ami talán az egyik legszebb parkja a mai napig érnek. A másik pedig a a közpénzvel való gazdálkodás felügyelete szellemében az akkori érdvárosának a karbantartó cége vezetőjét kvázi sikerült Feljelentenem, vagy feljelentettem ö, költségvetési problémák miatt. Hadd hogy konkrétan mi is volt a megnevezése, gondatlan költségvetési kezelés, vagy valami hasonló. Ez a feljelentés amúgy át is ment, utána le is váltották a, a vezetőjét, ö, Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy sikeres esemény volt. Ez csak a közpénzgazdálkodásnak a megóvásával kapcsolatos. És miért pont most szeretnél visszatérni a testületbe? Ez a kérdés egyik része, is, hogy miért kutyapárt a színekben tennéd, de ezt hogyan indult a kapcsolatod a párttal? Az MSZP-vel való kvázi szakításom után azért én sokáig kerestem a, a helyemet, azt a politikai közösséget, vagy nem feltétlenül politika, vagy kvázi politikai közösséget, ahol uh, tudnék tenni a közösségért. Kezdetben megismerkedtem az Erdi LMP-nek a tagjaival, ahol szintén nagyon kellemes emberek és uh, aktivisták vannak, de sajnos ott is azzal találkoztam, hogy mindig csak a verbalitás, és csak a verbalitás az, amivel kampányolnak az adott képviselők, de tulajdonképpen mindenki nagyon lusta, és nagyon lassú. Azokat a, azt a kevés dolgot, amit szerettem volna megvalósítani, így proxy módon, ugye az lmp keresztül, akik per pillanat alpolgármesterét adják a városnak, kiderült, hogy nem tudom megvalósítani. Tényleg motiválatlan és lassú. Volt az alpolgármester, úgyhogy eltávolodtam itt szép lassan az LMP-től is, a helyi szervezetétől, és kerestem azt a helyet, ahol tényleg tudok most már valamit tenni is a városért, és nem kellett sokat keresgélnem, hogy megtaláljam a kutyapártot, akit tényleg úgy érzem, hogy a helyi közösségekért és a életnek az apróbb területi fejlesztéseiért dolgozik. Természetesen egy ismerősön keresztül jött a, a az első kapcsolat a kutyapárttal. Mit kell tudni az érdi helyi kutyapártos csapatról, milyen jelentősebb akcióik voltak eddig, és mik azok ezek közül, amikben te is részt vettél? Egyre hosszabb ugye az érdi kutyapártosoknak a tevékenységi listája. Talán mindenki ismeri a lassan ikonikussá vált ők, kő buszvárót, amit egy Flintstonos lakásá alakították át még régebben, talán 5-6 évvel ezelőtt a kutyák. Most ezt ismét felújítottuk, újra teljes pompában láthatják az arra sétálók. Felújítottuk az érdligeti vasútállomás biciklitárolóját, lefestettük az állomás körüli területet, azért ez egy kőkemény munka volt, megszabadítottuk a murvától, amennyire tudtuk, és igyekszünk felhívni jelentősebb problémákra érd körül, a, érd környékén a figyelmet. Rengeteg ilyen akciónk lesz még a közeljövőben, ahol méréseket, sebességméréseket szeretnénk csinálni a, a szilárd útbulkarattal ellátott belső utakon is, lakóvezeti utakon is, hogy felhívjuk a figyelmet a szágoldozásra és a veszélyekre. Muszáj szótajtanunk a kampánytrabantotokról is, és ez egyik legmenőbb dolog, amit valaha szerencsém volt, szerintem így az összes kutyapártos dolog közül. Ennek mi a története? Kié a kocsi, és hogyan került hozzátok? Igen, hát az egyik környékbeli aktivistánké az autópap Csabáé, um, akit az első között volt, aki megjelent az érdi passzivista gyűlésen, és szinte az elején eszébe jutott ez az ötlet az első találkozások alkalmával, hogy csináljunk egy kampánytrabantot, amit mindannyian újjongva fogadtunk, és hát azóta is nagy szeretettel használjuk lehetőleg az összes kampányeseményünkön. Érdet ugye 2019 óta az ellenzéki Csőzik László vezeti. Mi a véleménye az ő polgármesteri tevékenységéről? Alapvetően úgy érzem, hogy egy ügyvivő polgármester, aki a jogi kereteket és a városgazdálkodással kapcsolatos szakmai, hivatali vagy bürokratikus elvárásoknak tökéletesen megfelel. Azt érzem, hogy el is indultak, vagy illetve folytatódtak a városszerte útfelújítások és egyéb építési programok, járdaépítés, etc., etc. Nem is ez a legfőbb problémám. A legtöbb polgármesternél, ahogy nála is, azt sajnálom, hogy nem veszek észre igazából városvíziókat, amit adott esetben az összes jelenlévő pártal együtt hosszas megbeszélés után elfogadnának, ami egy hosszú távú 10-15 éves városfejlesztési stratégiát valósítana meg, és ennek rendelnénk alá mindent. Most egy kicsit az összes fejlesztés Véletlenszerű, randomnak tűnik a városba, itt egy utca, ott egy járda, etc., etc., amit megvalósítanak, de nem érzem, hogy város rendészeti vagy, vagy város szervezési szempontból ezek az útfelültások olyan nagyon szervesen összetartoznának. Ez az elsődleges nagy problémám, a második pedig az, hogy úgy érzem, hogy annyira koncentrál a városvezetés perpénit arra, hogy a érdáltal legégető problémák nevezett ö, földutakat megszüntesse, hogy közben ö, a, a, az élethez fontos ö, egyéb fejlesztésekre semmi energia nem jut. A kisebb parkokra, a, a központban a, a járdák körül a gyomok írtására, tehát a rend és a, és a harmóniának a megteremtésére a városban, erre nem nagyon látok semmilyen törekvést. Ezt is úgy érzem, hogy leginkább véletlenszerűen és kampányszerűen történnek az ilyen típusú városi tisztítások, takarítások. Ha ezek szerint nem kifejezetten vagy megelégedve az ő munkájával, akkor miért nem indulsz polgármester jelöltként is? Vagy ha nem te, akkor miért nem indít valakit a kutyapárt polgármester jelöltként? Egyrészt azért, mert úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom azért, amit vállalok, és amiben be, belevágom a fejszémet. A polgármesterség önmagában nem lenne ellenemre, viszont úgy érzem, hogy nem, nem akarnék időt azzal eltölteni egy ciklus elején, hogy, hogy beletanulok a rendeletek és szabályzatok önkormányzati testületi ülés működési rendszerébe, hanem előtte egy, egy öt éves ciklusban ezeket a ismereteket tulajdonképpen napi szinten el tudom sajátítani és készségszintre fejleszteni, akkor már úgy érzem, hogy kész lennék arra, hogy egy adott esetben egy polgármesteri széket is megpályázzam. És van-e bárki, akire a jelenlegi kínálatból tudsz majd szavazni? Polgármesterként? Igen. Azt hiszem, hogy jelen esetben a legkevésbé rossz megoldást választanám, amire talán a regnáló polgármestert mondanám, ha nem mi lennénk azok. Tehát akkor mindazok ellenére, amiket elmondtál, negatívunként te szavaznál Csőzik Lászlóra? Hangsúlyozom, a legkevésbé rossz elve alapján igen a Fideszen, az ellenzéken és a mi hazánkunk kívül a véd, vagyis városunk érdekében dolgozunk, egyesület is indul érden a választáson. Róluk mit kell tudni ők valóban? Civileke volt, vagy lesz-e velük bármilyen együttműködés? Egyre nehezebb kikerülni a volt ilyen-olyan pártagokat, ahogy én is ugye valamikor az MSZP-ben, bár 20 évvel ezelőtt volt, ugye tevékenykedtem. A Védnél is, a Véd Egyesületben is vannak nem kiugrott volt ö, párt tagok. Ha, ha, jól tudom, akkor a, van egy dékás is, ö, talán az asztalos Éva ő pont az, egy volt dékás, bár erre nem mernék most mérget venni. Önmagában véve amúgy ö, a többsége épp hogy ismert helyi civilekből áll. Tehát akkor terveztek esetleg bármiféle együttműködést egymással? Per pillanat nem. A, ők kerestek minket egy ismerkedéssel kapcsolatban, de a kampányidőszak kezdetén, és erre nem nagyon volt sem energiánk, sem időnk, illetve én azt hiszem, hogy előtte méressék meg, egy mérettessenek meg a felek, és utána üljenek le beszélgetni arról, hogy mit lehetne közösen tenni a városért. Melyek a legfőbb okaid arra, hogy vissza szeretnél térni most a testületbe, és újra képviselő szeretnél lenni? Úgy mond, akkor mik a programodnak a főbb elemei? Alapvetően a szemlélet szemléletmódomat szeretném bevinni a testületi ülésre, illetve az önkormányzati testületbe. Én egy menedzser, szervező típusú ember vagyok, azt hiszem, hogy a városnak is leginkább erre van szüksége per pillanat. Tehát olyan projekteknek a menedzselése, szervezése, befektetési lehetőségek keresése, amivel fogalmi nincs, hogy milyen mélyen foglalkozik a város, de a tapasztalataim alapján azok, akik erre hivatottak, azok kevésbé menedzser típusúak. A következő számomra nagyon-nagyon fontos dolog a köztisztaság, ami szintén úgy érzem, hogy eléggé elhanyagolt érden Rengeteg szemét, kisebb szeméttelep van városszerte, elhagyott zöld területeken, amik átszabdálják a várost. A harmadik számomra nagyon fontos a lakóövezetek nek a kisebb szépítgetése, ahol szabad zöld területek vannak, icipici gondozás, parkosítás már meg tudja változtatni a közérzetet nagyon jelentősen. Szintén nagyon fontosnak találnám, hogy a leaszfaltozott belső utakon a forgalom lassítást valahogy megoldjuk. Nagyon sok helyen járda sincsen, és ugyanazon az úttesten mennek a diákok az iskolába, és a reggeli munkába szágoldozó autósok. Tudnánk igazából sorolni, rengeteg olyan program van, amit, amit én nagyon fontosnak tartok. Per pillanat azt hiszem, hogy a most felsoroltakra tudok hatással lenni abban az esetben, hogyha bekerülök a testületre, minél többen kerülünk be, nyilván az annál nagyobb hangsúlyjal tudunk bizonyos témákra koncentrálni, de azt hiszem, hogy a legvalószínűbb, amit meg tudok ígérni, és képviselni fogom, az a közpénzek tiszta és becsületes elköltésének a felügyelete. Ilyen téren most hogy látod, mennyire jó a helyzet a városban? Az elmúlt öt év alapján mondjuk hát nem kell ahhoz jogásznak lenni, hogy az ember ilyen kérdésre nagyon óvatosan válaszoljon. Ha csak megnézzük, hogy a most regnáló elméletileg civil és pártokból összeállt érdi összefogás, mennyi óriás plakátot szort ki a városra, mennyi esma táblát helyezett ki szerte a városba, hány szórólapon, mennyi Facebook hirdetést fizet a város, Hát én csak arra gondolok, hogy ezeket valahonnan fizetni kell. Ezeket az óriási összegeket. És 10 darab, 20 darab óriás plakát nem két forint. Úgyhogy ez a megkerült válaszom a kérdésedre. És mi lenne az első előterjesztésed képviselőként, ezen gondolkodtál-e már? Három nagyon fontos előterjesztés sorolnék legelőre, tekintettel arra, hogy mit, mi az, amit ebből valószínűleg meg is lehet valósítani. Az egyik az, hogy a sinek mellett, a vasúti sinek mellett, vasúti máftulajdonban lévő zöld felületeknek a karbantartása és parkosítása, ez az egész várost átszeli, az egész város problémája. A második az közvetlen lakók körzetemhez köthető papi földek kell lévő víztároz egy hatalmas városliget. Egy vagy két kapuja van nyitva, és egy, egy óriás területről van szó, az összes kaput kinyitnám. Minden oldalról el lehessen oda jutni. Illetve a, a lakók igénye alapján az összes ö, aszfaltozott útra Természetesen lakóövezeti aszfaltozott útra forgalomlassítást szeretnék megvalósítani. Sőt, a helyi csapattal milyen utcai vagy egyéb akciókat terveztek még akár a kampányból hátralévő időszakban, akár utána, ami már eldölt? Ugye említettem korábban, hogy forgalommérést, illetve sebességmérést szeretnénk végezni, ami Tényleg egy, 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 egy nagyon nagy probléma érden a száguldozás a lakövezeti utakon. Ez egészen biztos, hogy lesz még több utcában is a kampányidőszak alatt. A kampányidőszak után nem mernék rá megesküdni, hogy mikor, de a, a vasútállomások környékét szeretnénk, azokat a alközpontokat, illetve alakuló alközpontokat szeretnénk szép lassan rendbe rakni városszerte, amik eléggé elhanyagolt és gondozatlan állapotban vannak mindenhol a városban. Köszönjük hogy itt voltál, és sok sikert a kampány hátra lévő részére. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hajrá kutyapárt!